Halálának 115. évfordulója alkalmából Osváth Pálra, az egykori Berettyó-Szentmártoni jegyzőre, a Sáréti krónikásra, a bihari csendbiztosra, a biharkeresztesi postamesterre, az 1848-as 49-es szabadságharc hadnagyára emlékeztek február 13-án. Osváth a szabadságharcban több nagyobb csatában vett részt, hadnagyi rangját a Branyiszkói csatában tanúsított hősies magatartásáért nyerte. A csatában súlyos fejsebet kapott, de csak hamar felépült, és végigharcolta a nemzet nagy küzdelmét világosig, de itt sem tette le a fegyvert, hanem 28 huszár élén teljes felszereléssel Biharba lovagolt. A 60-as évek elején Bihar megye szolgálatába lépett, és Bihar vármegye komisáriusaként igen nagy érdemei voltak. Osváth Bihar szülötte volt. Élete elválaszthatatlanul összefonódott a vármegye, és főként a Sárét történetével. Számunkra a régmúlt eseményeit kíváncsian fürkésző helytörténet és néprajz kutatói számára mind a mai napig alapvető forrásunk, Osváth 1875-ben megjelent Bihar vármegye Sáréti járásának leírása című monográfiája. A szerző ebben a helytörténeti monográfiájában 5 mezőváros, 43 község és 47 puszta történetét foglalt össze az utókor számára. Életpályája főbb állomásait ő maga jelölte ki, ezek Kismarja, Nagykáló, Berettyóújfalu, Berettyó-Szentmárton és Bihar keresztes, akkori nevén Mezőkeresztes. Kismarja a szülőföldet jelentette Osváthnak, hiszen ott született 1831. január 4-én, Berettyóújfalu egyet jelentett az ősökkel és az ősi birtokkal. A kis Osváth édesapjától és annak elbeszéléséből mindinkább a család történetét kutatta, és eképpen vall erről. Mennyi volt-e birtok? Apám se tudta, de tudta azt, hogy a családnak Berettyóújfaluban két nemesi kúriája volt. Az egyik a református lelkészlap végében volt csapszék, és az azon szomszédos ház volt, mely utóbbinak ma is Osváth Ivadék a birtokosa. A másik kúria, mely nagyapámé volt, s melyen édesapám is született, a Deszkás nevű csapszék, melynek nagy telkén azóta 5-6 ház is épült. 1847-48 telén a Nagykálói gimnáziumban tanult, amikor is 48 nyarán honvédnek állt, és május 28-án belépett Nagykálón a 10. önkéntes honvéd zászlóaljba, mint tizedes. Visszaemlékezéseiből tudjuk, hogy végigküzdötte a szabadságharcot, ott volt a szerbek elleni Perlászi, Tamosaváci, Jankováci, később a Branyiszkói, Kápolnai, Isaszegi, Váci csatákban, Buda visszafoglalásakor és végül a szőregi ütközetben. A szabadságharc bukása után rövid ideig rokonainál kényszerült rejtőzködni, majd pedig 1851-ben sikerült megválasztatni Berettyó-Szentmárton jegyzőjéül, mely tisztét 1859-ig töltötte be. Ez a 8 év és az itteni emberek mély nyomot hagytak Osváthban. Jegyzői ténykedése alatt szorgalmazása révén új községháza, jegyzőilag és iskola épült a településen, sőt olvasóegylet és a községi könyvtár alapítása is az ő nevéhez fűződik. Később 1859-től 1883-ig a Sáréti járás csendbiztosaként, vagy mondhatnám úgy is pandúrjaként teljesített szolgálatot, immáron új helyén, Bihar keresztesen. 24 évig volt csendbiztos, ez idő alatt sikerült a hozzátartozó járás szinte teljesen megtisztítania a rablóbandáktól. A számok most is beszédesek. 32 országosan elfogott gonosztevő és több mint 400 ellopott lovat tulajdonított vissza a károsultaknak. Végezetül pedig csak annyit, hogy talán érdemes Kocsis Csaba Osváthról írott életrajzi regényének záró gondolatát kicsit magunkévá tenni és elmerengeni rajta. De hogy a falu tornyánál tovább lásson a bihari ember, arra csak egy orvosság van, a felnövekvő nemzedék pallérozása. Igaz, betyár mindig lesz, talán pandúr is, legfeljebb majd másképpen hívják. Mindkettő törekszik arra, hogy a legelső legyen, a legkiváló. A rossz gyakran elbukik, és sokszor a jó is. De jönnek újabb kis vígmiskák, Molnár Ferkék, és talán Osváthok is.
A bihari születésű történetíró élete összefonódott a vármegye, illetve a Sári történetével. Az egykori csendbiztos 1908-as Pesten bekövetkezett haláláról a fővárosi, valamint az országos napilapok mellett a Tolnai Világlapja is megemlékezett. Az évforduló alkalmából az őt ábrázoló Berettyó Szentmártoni mellszobornál koszorúkat helyeztek el.